családi ház Budaörsön. A Vánca Művek projektje. Vánca Művek az elmúlt években több olyan családi házzal is meglepett bennünket, amelyeket nehéz lenne elfelejteni. Stúdiót 2003-ban alapította Vánca László, íbüldíjas építész, jelenlegi tagjai pedig Ferenci Kinga, Gyuris Anna, Kollát Zsuzsanna, Pejtl Péter, Szökő Kristóf és Vánca Márk. A stúdió 2021-es méd finalistái közé bejutó budaörsi családi házat Kollát Zsuzsa és Vánca Márk mutatja be. Budaörsön járunk, tervezési helyszínünk a Kopár kőhegy alatt húzódó Mária Völgy utca falusias karakterű része. Tervünkben, egy családi ház tervében ezt a falusias eltűnő milliót szerettük volna visszahozni. A környezet megismerése és megértése, a személyes viszonyulás kialakítása nagyon fontos szempont számunkra. A meredek domboldalakkal körbezárt, völgyben futó patak az utcának különleges hangulatot ad. A környezetből kiemelt, meglévő karakteres építészeti elemek a tervezési koncepció alapjául szolgált. Nagyon meghatározó a löszfalba vájt pincék sorának archaikus összképe és a körbeölelő köves, szikár, domboldalak világa. Építészeti koncepciónk a tradicionális magyar ház abstrakcióján alapul, amihez hozzávettük a helyszínen található lokális hagyomány építőanyagainak tiszteletét és továbbírását. Anyagszerűségében az egyszerűségre törekedtünk, formavilágban pedig a letisztultságra, amit egy nagyvonalú kortárs részletképzéssel fogtunk össze, és tettünk friss mai produktummá. A képletszerű térszervezés a belsőben magától értetődően alakult ki, megmutatva az egyszerű forma nyelv gazdagságát. Az oszlatlan csarnok térben egy-egy elem jelöli ki a használati zónákat, úgy mondom, hogy a kompozíció átlátható marad. A speciális helyi adottságok különleges térkonstrukciót eredményeztek. A középső pince boltíves tere tengelyesen csatlakozik a lakótérben. És a keresett építészeti karaktert, ezt a tradicionális karaktert egy tiszta geometriai formára redukáltuk. Ez főleg a tetőtérben érzékelhető, ahol is a külső vetületeként jelenik meg a belső, nagyvonalú légtérarányokat teremtve. Összességben úgy gondoljuk, hogy ez egy újításaiban is a hagyományt tisztelő karakteres alkotás lett, ami mégis egy hagyományos kontúrt rajzol a budaörsi sziluettbe. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És elsőként megkérném a média zsűri tagjait, hogy értékeljék a hallottakat, látottakat, tegyék fel kérdéseiket. Bocsánat, még fölírnánk a Vánca Lászlót, akivel terveztük a házat egyik hárman. Kezdem akkor. Én. Én először kérdezni szeretnék, mégpedig erről a boltívről, ami ugye a középső pincének a vonalában helyezkedik el, és ugye a lakótérbe van, és elválasztja a lakóteret tulajdonképpen a mögötte lévő fürdőszobatértől, és a tényleges pincétől. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ezt frissen építettétek, ezt a boltívet, vagy pedig ez valami korábban ott állt struktúrának még a maradéka, mert ugye a pince mögötte van, a tényleges pince, az, hogyha jól tudom, megvan
támogató, egy szilárdító szerkezettel, mert ugye először az hajlamos dőlni, és nincs összefüggésben ezzel a tulajdonképpen szoborrá vált kőboltozattal a lakótérben. Tehát hogy történt ez, hogy alakult ki ez ott? Hogy ezeknek a, ennek a három pincének, ami a telekre néz, ezeknek a peremét, azokat meg kellett erősíteni. Ez egy löszfajba vált pincék voltak, akiknek csak a szájai volt épített, és utána a föld alatt már ilyen földbe vált, vagy teljesen hagyományos pincesorok, és természetesen mind a háromnak a peremét azt újra kellett építeni. A középső az, amelyikkel fut az épület alatt. Tehát tulajdonképpen, amit most ott látok, az egy újonnan épített boltív. Igen, de az eredeti is kőből volt. Igen, azt láttam a másik kettőn, ami ugye az eredeti helyén van, tehát ezeket a kőszájakat, ezt láttam csak azt... A vakszának nem működik a mikrofonja, az előbb működött, tehát nyomjuk a gombot, és akkor hátra is fogják találni. Most kapcsoltuk be. Köszönöm. Jó, én akkor mondanék a kérdés után egy pár mondatot arról, hogy mit gondolok a házról, mert én nagyon szeretem, és ezt a mai öt épület közül nekem tulajdonképpen ez az egyik kedvencem a mezőnyből, és mégpedig azért, mert egy nagyon nehéz feladat volt szerintem. Tehát ez egy pici léptékű projekt, de attól még, hogy pici léptékű projekt, egy rendkívül nehezen megoldható dolog lehetett ide jó házat tervezni. Mégpedig két okból, az egyik egy praktikus adottság, hogy ez egy rendkívül kicsi telek. Tehát ahogy mondtátok is, hogy egy omlásra hajlamos löszfal és három pincéje előtt és az utca között egy szűk területen kellett úgy beépíteni, hogy itt a hasonló típusú telkeken, és itt áttérnék a második szempontra, hasonló típusú telkeken az szokott lenne a megoldás, hogy jó nagy a telek egészét kitöltő, sok emeletes villákat építenek. Tehát ez egy olyan átalakuló környék, itt Budaörsnek ez az egykori pincesora, mezőgazdasági területei a falut határoló hegy háta mögött, amelyek nagyon gyors ütemben épülnek most be. Szépek a természeti adottságai, van múltja a helynek, de ugyanakkor rossz irányba változik, vagy legalábbis azt mondhatjuk, hogy az agglomerálódással egyre jellegtelenebbé válik. És erre a problémára, erre szerintem egy nagyon-nagyon szép választ sikerült találni. Egy olyan választ sikerült találni, ami ráadásul jobbá tette ennek az utcának a képét, mint előtte volt. Bennem volt annyi kíváncsiság, hogy megnéztem, mi állt ezen a helyen. És itt egy elképesztően ronda beton létesítmény volt a löszfal előtt. Szerintem valamiféle gazdasági épület lett, de tulajdonképpen úgy nézett ki, mint egy garázs. És el is volt takarva, tehát az utca felől ezek a pincék nem voltak láthatóak. Most ugye két pince láthatóvá is vált azáltal, ahogy kialakítottátok ezt a hármas osztású teret, ahol kert, lakóház és autóbeálló követi egymást, és az autóbeálló és a kert esetében a pincék láthatóvá váltak. És hát ennek a ronda beton létesítménynek a helyére került egy olyan ház, ami valóban a léptékével is, meg a formaképzésével is, anélkül, hogy régies lenne, teljesen kortás, de mégiscsak idézi azt a fajta magyar vidéki építészeti világot, ami ezen a helyen szervesnek tud tűnni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép projekt. Köszönjük szépen Andrásnak. Mondok én is két mondatot, sok szeretettel köszöntöm a nézőket, köszönöm az előre megbeszélt újjongást, nem tudom, ki volt, és elnézést, hogy cukorka van a számon. Annyit erről a... Sok minden nem hangzott itt el, de talán ami érdekes lehet, hogy úgy fogalmaztatok nagyon diplomatikusan, hogy falusias környezet. Tényleg ez egy nagyon izgalmas környék, nagyon drága villák, és ilyen egészen ilyen sufniszerű épületek, meg pinces sor. Tehát hogy mondjuk úgy, hogy kócos ez az utca. És ebbe sikerült egy olyan kristálytiszta struktúrát lerakni, ami azt hiszem, hogy követendő lehet. Nem mondom azt, hogy jó lenne, ha minden ház ilyen lenne, hiszen az se lenne az igazi, de hogy tényleg egy viszonyulási pont. Ez egy nagy épület, nem szó fizikai értelmében, hanem egy követendő épület. És még egy dologra fölhívnám a figyelmet, ami szintén nem hangzott el, hogy ez sok éve
4-5 éve épült, ha jól emlékszem, és ti most pályáztátok. És az az érdekes benne, hogy az idő semmit nem fogott rajta. Olyan, mintha mindig ott lett volna, és valószínűleg 10 év múlva pont ugyanígy fog kinézni. Én csak röviden annyit tennék hozzá, hogy kicsit vitatkozva veled, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogyha ilyesmi házak épülnének szerte az agglomerációban, tehát ilyen léptékű, ennyire átgondolt, ennyire logikus, ennyire a környezetbe illő egyszerre modern és hagyományos házak. Szerintem mert tehát abszolút példa, tehát hogyha valaki, és szerintem a legtöbben jártunk sokfelé az budapesti agglomerációban, tehát az esetek 99%-ában ennél sokkal szörnyűbb korábban épült vagy ma épült házakat tudunk látni, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha sok ilyen hasonló épülne. Nekem egy nagy kérdőjel maradt, ami miatt én kibicként nem látom annyira kiválónak, hogy szerintem az a visszaépített pincei év egy nem túl nagy méretű házba, egy ennyire központi helyen, az lehet, hogy a egyszeri megrendelőnek egy jó geg volt, de hosszabb távon én nem értem. Tehát inkább egy képzőművészeti alkotásnak tűnik, mint sem egy olyan elemnek, egy jó elemnek egy ilyen házban, aminek egyébként minden négyzetméterre, minden szintje nagyon szépen meg van tervezve és át van gondolva. Ott csak egy mondat erejéig reflektálok erre, hogy a Magyiterrán házak tengerében természetesen ez egy követendő épület. Abban az értelemben nem fogalmaztam egyértelműen, hogy egy ilyen copy-paste, vagy hogyha az egész utca mondjuk hasonló, ugyanilyen épületekkel lenne beépülve, az valószínű. Tehát, hogy ez egy annyira egyszeri dolog. Erre a boltíves problematikára esetleg reagáltok, hogy használatban hogy tűnik? Nagyon meghatározó volt ez a három pince a telken, ami nyílt, és itt a környéken ugye mindig azé a pince, akinek a telkére néz a pince szája. És a másik oldalon pedig ez volt a telek hátsó kertjének a kontúrja, az első vonal pedig az, hogy utcavonalra kötelező beépítésünk volt. Tehát, hogy nagyon erős volt az a beépítési konfiguráció, hogy középre betettük a házat, és a hátsó telektől az első telekig beállt ez a csarnoktér, és jobbra a gazdasági kert, balra pedig a nappalinak a kertje nyílt, az egyik pincének a szája az a garázs, a másik pincének a szája az pedig a kerti szaletli tulajdonképpen. És a nappali végén ez az átmeneti tér, ez egy ilyen szuterén, oda már le kell menni, mert a pincének más a szintje, mint az épületnek, az utca szintje. És tulajdonképpen azért nem zavart minket, hogy megjelenik a belsőben ez a plusz ív, mert ez egy ilyen átmeneti tér a lakásnak a kiszolgáló terei, tehát a WC, a mosókonyha, meg a pince felé átvezető zsilip irányába, és ez nem a nappaliból vesz el, hanem ez valójában már a föld alatt van. Tehát egy szintkülönbség is jár. Igen, ez meg a pincéhez csatlakozik. Uh-huh. Értem. Köszönjük szépen. Most megkérném a zsűri tagjait, hogy mutassák fel pontszámaikat. Én pedig hangosan fel fogom olvasni, jobbról balra. 10, 10, 7, 7, 7, 10, 7, 8. Köszönjük szépen. Köszönjük. Tudtam mondani, hogy a lányok voltak szigorúbbak. De most megkérem még a szakmai zsűri és az András köztük. Most megkérem még a szakmai zsűri tagjait, hogy foglalják össze a véleményüket erről a projektről. Az ő véleményük már ugye a pontokban nem számít bele, de mint a szakma képviseletében jelenlévőktől nagyon szívesen hallanánk egy összefoglalót. Üdvözlök mindenkit! Én magamban ezt az épületet úgy értelmezem a legnagyobb értékének, a többiek nevében nem tudom, hogy tudok-e nyilatkozni, hogy a szerkesztettségét tartom a legnagyobb értékének, ami a minden léptékén keresztül megy azon, ahogy a telket elfoglalja az épület, azon, ahogy az épületben a helyiségek ki vannak osztva, azon, ahogy a szarufa a gerendához viszonyult. Tehát azt gondolom, hogy minden léptékében egy olyan szerkesztettség figyelhető meg, ami így áthatja ezt az egész épületet, és ez a minőség, ez sugárzik róla számomra. Én még feldolgozom, hogy csak utána szólunk hozzá, mert amikor kérdezték, hogy mi a feladata a szakmai zsűrinek, akkor nem tudtam ezt, és most még nehezebben tudnám elmondani, hogy miért szólunk hozzá a pontok után, de remélem, hogy tudtuk kellően
ha nem is befolyásolni, de árnyalni a helyszíni bejárások alatt kialakult véleményt, ami nagyon függött egyébként attól, hogy éppen milyen időpontban, milyen hangulatban ért oda az ember, és nem mindig azt támasztotta alá egyes emberekben, amit így előzőleg odavitt. Én például ilyen semlegesen érkeztem a Váncaházhoz, tehát bennem nem volt viszonyulás, és nagyon, nagyon szerettem ezt a álló radiátort a nagy üvegfelületet, ugye nagyon görcsmentes megoldás, és azzal szemben nem értettem a boltívnek ezt az ilyen modoros ilyen visszatettségét. Ugyanakkor egy családi háznál nagyon nehéz bármit is így kritizálni, hiszen bármire lehet azt mondani, hogy a megbízó szerette volna, vagy a közös munka, és én ezt el is fogadom. Én örülök neki, hogy ilyen tökéletesen megépült házakat megismer a nagy közönség, és lehet rá akár ilyen referenciaként mutatni más családi házak esetében, amikor egyre kérdésesebb talán, hogy fenntartható egyáltalán egy lakás, vagy egy család részére egy saját házat építeni. Ebben az esetben ez nem merült fel bennem, hogy ennek megkérdőjelezhető lenne a léte, úgyhogy gratulálok hozzá.